Paks külterületén az Ürgemezei útnál talált egy női holttestet egy helyi férfi február 16-án. A kiérkező rendőrök a helyszínelés során megállapították, hogy nem történt bűncselekmény. A holttest már legalább fél éve lehetett az adott területen, ezért olyan szintű bomlási folyamatok indultak el, amely alapján már konkrétan megállapítani a személy azonosságát az elhunyt személynek nem lehet. Elmondjuk azt is, hogy a helyszínen a holttest mellett egy női személy nevére kiállított személyigazolványt is találtak kollégáim, ezért erős feltételezés arra vonatkozóan, hogy a holttest, illetve a személyigazolvány tulajdonosa ugyanaz a személy. A bonyolult azonosítási folyamat jelenleg is zajlik, mondja a szóvivő. DNS mintavételre van szükség, illetve a DNS mintáknak az összehasonlítását követően fogjuk csak 100%-os bizonyossággal azt kimondani, hogy ki volt az elhunyt személy, hiszen nem mindegy az, hogy kollégáim kinek a halála esete kapcsán indítanak eljárást, illetve az, hogy a családtagja majd kit fog tudni eltemetni, vagy valóban azt a személyt fogja tudni eltemetni, akiről mi jelenleg feltételezzük, hogy a helyszínen megtalálásra került. Az elmúlt napokban az esettel kapcsolatban több téves információ is megjelent. Komlósiné Kisanett elmondta, hogy jelenleg a Paksi Rendőrkapitányságon közigazgatási hatósági eljárásként vizsgálják az ügyet, illetve semmi nem utalt arra, hogy bűncselekmény történt volna. A másik nagyon fontos feltételezés volt az, hogy a város különböző pontjain találták meg a holttestnek a maradványait. Ez sem igaz, hiszen a holttest egy körülbelül 50 méteres körben került feltalálásra. Egymástól külön volt valóban az alsó test, a felső test, illetve a koponya, de ennek az oka feltehetően az, hogy a hosszú idő eltelte alatt a vadak voltak azok, amelyek elvitték a bomlási folyamatban lévő test részeit egymástól. Az egyenruhások szeretnék felhívni mindenki figyelmét, hogy a továbbiakban csak a rendőrség által kiadott hiteles információkból tájékozódjanak.